A templom térbe állt a széken. Ez a város legfőbb rendezvényhelyszíne, így zajlik többek között a bornapok, melynek látogatottsága az évek alatt folyamatosan növekedett, s tavaly megközelítette a 10 000 főt. Az idei évi látogatók már a rendezvény alatt használni tudják a mobiltelefonjukon az új wifi hálózatot. Néhány hónappal ezelőtt éltünk azzal a lehetőséggel, amit az Európai Unió biztosított számunkra, és bejelentkeztünk egy olyan támogatás igénybevételiért, melynek segítségével közterületeken, illetve közintézményekben ingyenes wifi szolgáltatást lehetne biztosítani. Néhány nappal ezelőtt érkezett meg az erre vonatkozó támogatási megállapodás. El is kezdtük az anyagoknak az előkészítését. Terveink szerint 5 közintézményben, illetve 7 közterületen próbáljuk majd biztosítani mindazokat a technikai feltételeket, melyekkel ingyenes wifi szolgáltatást tudunk biztosítani a Bátaszéke város lakóinak, illetve az ideérkezőknek. A rendezvénytér mellett a legfontosabb csomópontok, játszóterek is érintettek lesznek. Gondolunk gyakorlatilag buszmegállókra, ahol ezeket biztosítani szeretnénk, illetve olyan forgalmas közintézményekben, középületekben, ahol nagy létszámban jelenhetnek meg akár bátaszékiek, városi sportcsarnok, tájház, orvosi rendelők. Ezek lesznek, ahol az elkövetkező időszakban ezt a szolgáltatást biztosítani kívánjuk. Az idei évben szeptember 6-a és 8-a között zajló bátaszéki bornapokon a tervek szerint már működőképes lesz az új wifi hálózat.